Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják. Ez alkalommal Zókra látogattunk ki, Erdős János műtermébe. Erdős János festőművész műtermébe. Üdvözöllek, szervusz János! Szervusz, kedves! Tegeződni fogunk, mert János így kérte, és hát azon apropóból is ültünk most itt le, mert ugye nemrég jelent meg az a hát monográfia, ami összefoglalja a munkásságot Novotnyi Tihamér írta. Erről, kedves nézők, láthattak is egy rövid anyagot a Pécsi Kör című műsorunkban, de most egy kicsit bővebben beszélgetnénk erről a munkásságról, hogy hogyan alakult ez. Te ugye Debrecenben születtél, de Pécsen nőttél föl. Hogyan kerültetek ti Pécsre? Ez még a háború ideje alatt, 44-ben kerültünk Pécsre. És hát azóta Pécsen élek, úgyhogy általános iskolától kezdve mindent itt jártam már, úgyhogy ha szőlőm lenne, akkor tükének is számítanék. Igen. De a szüleid nem is mesélték el, hogy miért kellett nektek, vagy miért jöttetek Pécsre? De ennek az volt az egyik oka, hogy szüleim kereskedők voltak, mint a családban nagyon sokan, és akkor már nem Debrecenben, hanem Nyíregyházán volt üzletünk. De apám folyamatosan katona volt, aztán utána fogság volt, de még a háború befejezése előtt itt Pécsen találtunk egy olyan üzletet, amely a lakással egybe volt a Liceum templom mellett, amely most valami szerintem OTP vagy valami bank vagy biztosítási társaságban. Ott volt egy üzlet, és az üzletben mindjárt be lehetett menni a lakásba, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó dolog volt, mert apám egy kicsit nyugodtabb volt, hogy az üzlet is megy, meg a család is megvan. Úgyhogy így teljesen véletlen folytán Debrecen és Pécs között akkor még nagyobb távolság volt, mint napjainkban, úgyhogy a világ másik végére kerültünk át. De ugye hát itt nőttél föl, és itt kezdtél el az építőipari technikumot végezni középiskolába. Igen, technikumban végeztem. Nem mondom, hogy nagyon polgári családban nőttem föl, polgári, félpolgári lakás vagy családban, és én szerettem volna fölmenni a művészeti gimibe Pestre, akkor csak Pesten volt még a Törökpál utcai, de hát szó sem volt róla, az arra, amit tisztességes szakmát kell, miben meg lehet majd élni, mondták apámék. Úgyhogy hosszú házi háborúskodások után én vesztettem, vagy nyertem, ezt nem tehát tudom. Te már akkor is tudtad, hogy a művészettel szeretnél foglalkozni? Igen. Te egy nagyon szerencsés időszakban, mindennek dacára szerencsés időszakban nőttem föl, mert vagy gyerekeskedtem, mert ahogy rúgták ki a tanárokat, meg az értelmiséget, meg a hogy mindig ezek az egyetemi főiskolai tanárok úgy lejjebb csúsztak el egy általános iskolába, aztán egy kicsit rehabilitálták őket, pár év múlva akkor már középiskolába kerülhettek, aztán majd később már a főiskolán is taníthattak, úgyhogy ez egy ilyen víz, hogy volt olyan tanárom, Dágó Siptár Ernő, aki általános iskolában tanított, a gimibe is tanított, majd a főiskolán is találkoztunk, úgyhogy mire én főiskolás lettem, addigra már főiskolai tanár lehetett. Tehát nagyon sokan voltak ki, és ezek között, a tanárok között azért nagyon sok, nagyon jó művész volt, ilyen Klukkát György, aztán Gebauer Ernő bácsi, aztán a gimibe kerültem, ott a Bizse János és a Bezzeg Zoltán voltak tanárok, úgyhogy ezeknek a keze között könnyű volt elhatározni, hogy akkor mégiscsak ezt efele tendálni, vagy efele orientálódni, vagy gyakorolni, csinálni, nem abba hagyni. Mert hát ugye az építőipari technikumban azért több műszaki rajzokkal foglalkozatok többnyire, de azért... Nem, abban az időben nem lehet most mihez hasonlítani. Még a polák a főiskolához se tudom, vagy most már bocsánat, egyetemre se tudom, szóval nagyon kemény rajz volt.
De hát a mi egyetemen is, szóval abban az időben úgy vettek föl a felvételének, az egyik alapvető, az első rosta azon múlott, hogy hát tudsz rajzolni, mennyire tudsz rajzolni. Szóval nagyon komolyan rajzoltunk a kockológiától kezdve a csendéletig, aztán a fej, a figura, festeni kellett. Nagyon komoly volt, csak komoly tantárgy volt a rajz. De akkor te tanároddal ugye úgy tudom, hogy te jártál is ki festegetni, tehát nem csak rajzolni, hanem azért... Ez már gimiben volt, hogy megszeretett, nyilván akartam csinálni és csináltam. És aztán ugye a rajzórákon aztán nagyon komolyan vettem, meg igyekeztem teljesíteni is. Egy alkalommal a Bizse szólt, hogy ő megy ki festeni, abban az időben még rengeteget tájoltak a festőstáb felé felállítva is. És mondta, hogy hát ha van kedvem, akkor nagyon szívesen elvisz. És aztán utána jó párszor igen, együtt dolgoztunk itt. Vagy mindig elvitt magával. És akkor közben korrigálsz valamit, hogy olaj, táblaképet, vászonra nem dolgoztunk az iskolában nyilvánvalóan, mert az már nagyon elment volna az építő szettől. De ezek nagyon jó stúdiumok voltak. És ezek az élmények tartották benned azt, hogy igenis festőművészettel szeretnél foglalkozni, festéssel? Igen. Meg egy picikét az, és ez az, hogy teljesen emberi mentalitás, hogy nem szeretek főzni, teszem azt. De valami végig csináltam, és elkezdek dicsérni, és ettől megjön a kedvem, hogy akkor mindegy, csak akkor ezt én tudom csinálni. És minél többet dicsérnek, annál jobban belelovalod magad. Azt hiszem, hogy ezzel is körülbelül ilyesmi történt, hogy megsimogatjátok buksiját, és az jól van, öcsi, hát ez nem is annyira rossz. És hát, hogy az ember úgy mögtáltasodik, szóval az, hogy hú, de jó a mindenségét akkor. Miután elvégezted a középiskolát, utána ugye te nem mentél egyből főiskolára, hanem azért dolgoztál. Én 56-ban végeztem. 56-ban végeztem, ez egy, megint egy ilyen, de ez már sztorizások azért, hogy bekerültem az öt felvevő közé, és akkor is voltak olyan káderek, akiket így gyorsan föl kellett venni. Ebben az esetben az volt, hogy két külszolgálatos hazajött, és akkor a gyerekeit fölvették, és oda jelentkeztek, és akkor két ember lemaradt. És úgy utasítottak el, hogy hát az EGRI vagy akkor Pécsenen volt még rajztanszék, hogy az EGRI vagy a szegedi főiskolára felvétel nélkül föl vagyok véve rajztanári szakra. 18 éves az ember azt mondja, hogy hát csak nem fogok tanítani, ugyan már, tehát én festő akarok lenni, szóval művész akarok lenni, szó sincs, a jövőre próbáljuk. Ja, kicsit az 56 beleszólt, aztán többet már nem is jelentkezhettem, úgyhogy... Mert akkor itt aktívan részt vettél a dolgokban? Aktívan, hát akkor mit tudom, 19 éves voltam. Igen, hát amennyi egy 19 éves kölyök úgy aktívan részt tud venni, úgy igen. De aztán elvégezted a tanárképzőt. Igen, de hát azért az úgy, hogy akkor alakult a művészeti gimnázium. 62-ben. A 62. A 61-ben alakult, de Isten igazából az első év ilyen tapogatózás volt, hogy na merre, és mit lehet csinálni. Bár volt a nagyon jó példa a pesti gimi. És akkor négy szakot alakítottak, és akkor a Vizse, Martin, Simon Béla, Martin ugye nem tanított, de hát azért ő volt a séf a szakmában. És akkor megnézték a melókat, mondták, tehát elmeséltek, hogy gyere ide tanítani, mondta, hogy én nem, milyen alapon vagy, mert úgy döntöttünk, hogy jó leszel, és akkor én elmentem. És akkor közbe csináltad a tanárképzőt? És akkor közbe csináltam, igen. Hogyan kerültél te ki Dániába? Hát, ezt itt épp meséltem, hogy a pécsi könyvbemutatón, hogy
Mennyire szerencse mászni jó időben, jó helyen, véletlenül pont ott vagy? Ez a Narnia az úgy történt, hogy egy fiú meg egy lány, egyszer két fiatal srác lejöttek, le akartak menni akkor még Jugoszláviába, stoppoltak, egy ismerős fölvette, ott aludtak nálunk, elkerültek, valahol összefutottunk, és úgy bejöttek a műterembe, amit akkor műteremnek használtunk a Rétfalvi Sándorral együtt. És akkor nézték a cuccokat, és akkor hát itt töltöttek egy hetet, mentek volna le Jugoszláviába, nem váltották be a dollárt, és hogy hát mit tudom én, 3 nap, aztán, vagy nem tudom, hány óra volt a vízum, amit el kell hagyni az országot, nem hagyták ebből, marha nagy cirkusz lett, be kellett fizetni egy jelentős összeget, ami nyilván nem volt náluk, ezért föl kellett menni Pestre a követségre, és a határtól visszafele megálltak Pécsen, beugrottak hozzá, és mondtak, hogy te ide fél, rengeteg pénzt kapunk, nem tudunk mi a fenét csinálni vele, hát ide többet nem nagyon akarunk visszajönni. Adjatok képet meg mellókat. És hát 3-an voltunk a Fürtös, a Rétfalvi és én, és hát mindegyik azt mondta, hogy de, hogy hát vagy ilyen szöveg volt már, persze, soha büdös élben nem fogod látni őket. De annyira szimpatikus két ember volt, mondtam, gyerekek, válaszátok, azt vigyétek el. Aztán megírtunk egy csöket, postai feladatot, hogy Pestről megkülditek. Aztán nem itt történt semmi, el is vitte a képeket, és nem történt egy hónap, két hónap, ez valamikor nyár vége fele volt, és hát mindenki rajtam rögött, hogy na, apukám, mondtam neked, ezt néznek, hát ezért nem adtunk mi képen. És akkor karácsony előtt mit tűnt, megjelent a srác, nagy bundába, bejött a lakások, amik Gezleta utcában lakunk, a Pálca utca. És mondta, hogy hát, Sztern, hát te mit keresel itt? Mondta, hogy látom, hogy minden leúszta a cipőt, leúszta a zoknit, és azt mondta, öreg, én hoztam a pénzt, mert hogy a követségtől kijöttünk, ott már vártak a rendőrök, elvittek a zállomásra, odaadták a jegyeket, elvették tőlünk a jegynek a zárát, és azt mondja, mire magunkhoz tértünk, már Bécsbe voltunk. Hát nem mertünk visszajönni, postán meg nem mertem küldeni, hoztam, elhoztam a pénzt. A képet meg megmutattuk egy főiskolán a rektorának, akivel az apjuk jó viszonyban volt, és mondta, hogy gyerekek, egy éves ösztöndíj, ha van kedvük, jöjjenek el. Aztán mondani se kell, hogy hát abban azért 66. 65-ben volt ez, 66-ban lehetett volna kimenni, küldték a hívólevelet, meg mindent az ég adta világon, de hát itt szó sincs róla. Megint a mázli, hogy az a Robert Bendezén, aki a rektora volt ennek a Herningi Főiskolának, az előtte két etapban kulturális miniszter volt, tehát így megvoltak a kapcsolatai. És ez addig-addig vacakolt is járt utána, még hát nem az egy évet, de ilyen 3 hónapos etapra minden évre felosztva megkaptuk az útlevelet. És mit kaptál te ott kint Dániában? Hát te azt hiszem, hogy... Milyen tanulságokkal jöttél haza? Nem lehet elmondani. Nem lehet elmondani. Gondolj bele, hogy 56-ba kikerülni egy olyan demokratikus, jóléti országba, ahol a mezőgazdásznak, aki mellesleg mezőgazdasági egyetemet végzett, 200 tehenet tart, és ugyanaz a könyvtára van, mint nekem, legalább 2000 könyv, ugyanazok a lemezek, szóval, hogy szóval nem csak a nőkről, a fotballról, meg a politikáról, le lehetett ülni, beszélni arról, hogy Camus, és akkor pontosan tudta, és le lehetett ülni, hogy a második Bécsi Weber, Sosztákovics, akkor már Penderecki, szóval ezek otthon voltak, szóval Jézusom, szóval ilyen nem létezik. De amellett, hogy rettenti, nagy, a mi hozzánk viszonylag fantasztikus, micsoda életük volt. Ezek a tanulságok. A másik meg az, hogy ezek a főiskolák kint úgy működnek, hogy a nyári időszakban ezt különbözőféle kurzusokra, konferenciákra kiadják. Úgyhogy több ilyen etapban voltam kint, amikor többek között az egyik ilyen fura konferencia
a FAO-nak volt egy ilyen nemzetközi egyhetes konferencián továbbképzés, nem tudom mi a csodának nevezték, hát Dánul azért nem sikerült megtanulnom, előtte meg nyilván egy kukkot sem, ahol a különböző országok, de hát mit mi, Argentinától kezdve francia, német, holland, szocialista országokat kivéve, mezőgazdasági miniszterek, vagy élelmezési, vagy kereskedelmi miniszter, vagy miniszter helyettes, szóval ilyen egész magas szinten, ahol, hát ez egy olyan 40 ember körül, ahol minden este valaki az esti kávézás után fölállt, leült a zongorához, eljátszott egy kép népdalt, énekelt, megmutatta, milyen tánclépések vannak, beszélt az irodalomról, a népművészetről, és ezek az emberkék ez is az egyik, hogy hát Jézusom zongorázni tudott, nyelveket beszélt, és a többi, és a többi. 68-ban a cseh cirkusz alatt voltam kint, bementem a magyar követségre, ahol egy nyomdász volt a nagykövet, és semmiféle nyelven, magyarul sem nagyon tudott beszélni, ez a semmiféle útbaigazítás, semmi, szóval itt egy fadarabot odaállítottak volna. Vegy össze, mint egy argentin, vagy mint egy holland, vagy én nem tudom sem. Szóval eszméletlen, szóval csupa őrületes kontraszt volt. És ott feljöttek a műterembe, és ott ilyen reggelig tartó vita beszélgetéseket lehetett, hogy többek között egy nagyon jelentés valami volt az, hogy János, jó, nagyon jó pofa, csak hogy nem tudom, szóval hát a Bartokról érzem, hogy az valahol ilyen közép-európai, visszaköszön a népzenéjük. Szóval Stravinsky az egy orosz, az nincs mese, ugye a defája. Szóval, és, de hogy a tiéd, hogy magyar? Nem, hogy magyar. Vagy közép-európai? Nem, többé-kevésbé európai. Szóval ezt azért nem tudom. Szóval hol érzem erről, hogy te honnan jöttél? És uh-huh. Jó pajtását mondta, hülyéket én is tudok mondani. Szóval. És akkor ezzel a tanulsággal jöttél haza? És nem, mert többek között. És akkor az ebből így lefeküdt, és akkor két hozzá, hogy rohadt életet élek. Ezek marha jó példák. Szóval ilyen viszonylatban is. Az, hogy az életforma mi az, hogy demokrácia, az nem tanulható, ebbe biztos vagyok. Meg lehet szokni, hozzá lehet idomulni, ez nem elhatározás kérdése. Csak ezek már előtte 100 évvel ebben értek. Mikor ez csak egy ilyen fura vicc, majd vágjátok ki a hogy pár évvel később itt van a srác, és én nagyon büszkén itt körbehordom, hogy hát te megszűnt a falusi kis döngölt földi kocsba, szóval ami kultúrházszerűségek vannak meg, mint is ott, János nagyon jó. Szóval nálunk azért tudod, az a borzasztó, hogy a differenció, nálunk ez 850-ig minden tanyaközpontban, falu központban meg kellett építeni a Winter High School-t, a téli főiskolákat, és hogy a parasztok azok ott vannak és tanulnak. És voltam kint télen is, tényleg azt mondja, mit tudom, ó franciát tanított többeki kurzus, öt embernek. És ó francia, mi a francnak? Hát nem érti, miért a kérdésem? Miért kell valakinek, öregem, akinek mit tudom, van 50 hektárja, miért kell ó franciául? Nem érdem, mi a probléma? Miért nem tanul valami nyelvet? Azt mondja, János, hát beszél angolul, németül, franciául, spanyolul. Hát szeretné eredetibe olvasni azokat a dolgokat. De minek? Nem értem. Mi a kérdés? Tényleg, igen. Hát érted, szóval, hogy szóval ilyen dolgokat. Hát ez a 100 év, igen. Igen. Ez hogyan határozta meg a művészetedet, az ott töltött idő? Vagy azt tudod magadban? Annyiba, hogy ez a mitől vagy te kelet-európai, vagy mitől vagy nem közép-kelet-európainak, fogalmazunk szebben. Kárpát-medencei, szóval hol ismerek erre rá? De ez megint a Bartók, Stravinsky, uh-huh. Defaja, Görsvin és a többi, és a többi. És azért jöttél utána, te tudatosan arra. És akkor igen, elkezdtem meg utána nézni, hogy tényleg a fene egye meg, szóval, hogy ezt a Bartóki utat, vagy ezeket úgy, szóval hogy lehetne ezt?
Szóval úgy európait csinálni, hogy közben tetten érhető legyen az, hogy honnan. Ami aztán nyilván egy hosszú ideig ezzel úgy komolyan foglalkoztam, és akkor elkezdett úgy szépen átíródni ezek a... Már nem is a folklort használtam, hanem a folklorból átvett motivumokból, hogy lehet fölé építeni egy képet. És később, hát a könyvben is azt írja a Novotny Tihamér, hogy egyfajta szerte ágazó nagyon a te munkásságod, hogy így igazából egy valami mellett úgy nagyon... Hát mindig egyel tovább léptél, mindig volt egy téma, ami érdekel, de hogy aztán egy kicsit megint más, még egy kicsit megint más, hogy ez hogyan alakult, vagy ez hogy lehetne összefoglalni, hogy miért? Nyilván én belülről egy picit másképp látom, vagy másképp hiszem, vagy szeretném tudni, hogy de én azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindig ugyanazt csinálom. Szóval az elmúlt 60 év, mert jó, az első 5-10 évet azt vegyük le, az tanulom a szakmát nagyon-nagyon az elején. De később, Isten igazából úgy érzem, hogy nagyon konzekvensen ugyanazokat a motivumokat, vagy ahhoz közelálló motivumokat, vagy abból elszármaztatott motivumokból épül föl a kép. Inkább az a szerteágazó, hogy mindig ilyen sorozatokba gondolkoztam. Szóval volt valami, ami izgatta az embert, és akkor azt, hogy jó lenne kifejteni, szóval eljutni a végére, hogy meddig lehet ezt csinálni. És amikor ezt így hosszabb ideig csinálod, és már van 50 rajz, meg, vagy grafika, meg van 100 darab táblakép, meg nem tudsz, csak azt, hogy kezd kialakulni egy ilyen rutin. Szóval az úgy rájár az embernek a kezem, az különösebb szellemi izgalmat már nem okoz. És akkor meg kell próbálni valami, úgyse tudod a habitusodat kicserélni, szóval nem fogsz képtelen lenni arra, hogy milyen gesztusfestészetet csináljak, mert hogy számtalan szóval elkezdtem, és aztán mindig valamilyen rendben, vagy ilyen logikája lesz az egésznek, és úgy mederbe terelve. Szóval, hogy ezen nyilván nem tudok változtatni. De azon igen, hogy technikailag egészen másképp fog megszólalni. Szóval ez ugyanaz, a zenei példában mondanak, hogy szóval eljátszuk egy etüdöt zongorán, ez egész másképp fog hatni, ha egy hegedűn játszom, vagy egy csellón, és egészen más, hogy hozt egy klarinéton, vagy és a többi, és a többi. Miközben a zene lehet ugyanaz is. Szóval én úgy érzem, hogy inkább ugyanazt csinálom folyamatosan, más-más eszközökkel, más-más anyaggal, más-más képhordozó alapanyagra, te papírra, vagy vászorra, vagy farosra, vagy nem tudom mi mindenrel lehet még. És mi volt ugye 60 év munkássága, még a mai napig festesz, éppen itt van mögöttünk egy kép, amin éppen dolgozol, de itt van még 25, ami egymásnak van támasztva, és hogy tényleg körbevesznek a munkáit. Ezek amik az ezébe kezdődtek. Folyamatosan dolgozol. Mi az, ami téged mindig előre vitt, ami miatt te mindig azt mondtad, hogy ezt most csinálom még tovább, még újabbat. Mi volt az arszpoétikád, ami ezt a hatalmas eddig életművet most létrehozta? Hát én azt hiszem, hogy a profizmus az ott kezdődik, hogy egy mindennapos munka. Szóval remélem már szegény tanácselnökük mondta, hogy hát Jánoskám is festegetsz, még ez 10-15 évvel ezelőtt, és hogy nem a Toller volt. És mondta, hogy te nem, festek. Főzni főzögettek, szóval akár naponta, vagy két naponta, meg vasárnaponként, meg mit is, de az főzöget is. Akkor főzni, ha én bemennék abba az étterembe reggel 7 órakor, és ott vagyok, és főzök, és minden nap, hétfő, kedszerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, nincs mese. Szóval ez igen. Most azt hiszem, hogy a profizmus ebben, tehát ez egy profi szakács. Most a szakmában a profizmus az, hogy minden nap csinálod.
És akkor az egyik ötlet hozza a másik ötletet, ezt lehetne így folytatni, azt mondja, most ez nem, hanem akkor elkezdünk egy következőt, és akkor azt csináljuk. Szóval ez, én azt hiszem, hogy ez Isten igazából hivatás. Szóval, hogy most ez a hivatás, hogy cselő, szóval, hogy most egy hivatásszerű horgász lennék, akkor most nem tartok itt, mert most ebben az időben is kint valami, és áztatnám a bot végét. Szóval ez ebből adódik, hogy igen, csinálni kell, hát ehhez értesz. Ez a szakmád, vagy ez a hivatásod, vagy nem tudom, ez a feladatod. És a hogyanjában mi volt az arcpolitikát, hogy mit, éppen mit festesz, vagy hogyan fested? Tehát az, mert ugye azt mondod, hogy végig ugyanazt csinálta, csak más-más eszközökkel, de a tartalom az mi volt? A tartalom az pedig... Ami mindig érdekel téged. A képet létrehozni. Szóval egy képet megcsinálni, vagy egy grafikát megcsinálni, de a grafika is kép, szóval műfajtól függetlenül. Szóval képeket létrehozni, képeket konstruálni, képeket teremteni. És ha most a Malevicséket, Picasso-kat és többieket nézem, akkor azt mondja, hogy nekik van egy ilyen megfogalmazásuk, hogy a kép gyakorlatilag egy bizonyos rendszerint elrendezett színek és formák együttese. Kész. Meg lehet tölteni mindennel, filozófiával és a többi, és a többi. Úgy érzem, hogy ez nekem nem feladatom. Szóval az az epikára, a színházra, a filmre és a nem tudom mi mindenre vonatkozik, ahogy egy zene Isten igazában nem lesz soha epikus. Ha utólag elmondjuk, hogy igen, hogy akkor éppen mire gondolta a Beethoven, meg mire gondolta a Schubert, meg a Liszt, meg a többi. Isten igazából ez egy teljesen elvont, absztrakt valami. Mondhattam azt is, hogy non-figurális, de a zenére ezt nevében. Szóval, de van egy szerkezete, és ha nincs szerkezete, akkor az ki fog pukkanni, akkor valami sántít, akkor az nem diszonáns lesz, hanem egyszerűen nem áll meg a lábán, nincs egyensúlya, nincs megteremtve, nincs megkonstruálva. Tehát a feladat az, hogy igen. Konstrukciót igen, létrehozni. Hogy igen, egy képet létrehozni, nyilván, hogy vannak ilyen nagyon elvont gondolatok mögötte, hogy ezt az egész elejétől kezdve, tehát az 50-es évektől kezdve izgatott az, és ez a kép szerkesztésénél is, hogy a rend és a játéknak a viszonya. Tehát a ráció és a transzcendens, vagy a most itt egy szót kéne megkeresni, az emóció és a rációnak az ütközése, vagy ennek az együttviselkedése, vagy az egymás iránti toleranciája. Szóval gyakorlatilag az egész életünket körbeöleli, hogy mindig racionálisan gondolkozunk, és mindig emocionális a megvalósulása, vagy fordítva. Szóval ez egy ilyen furcsa ellentét. A melóimon is számtalanszor ez. Ha nem is közben, tehát nem úgy kezdjük, hogy most akkor ezt kéne, vagy ezt kéne megfesteni, hanem úgy jár az embernek a keze már eleve, hogy nem is tudom, hogy a fenébe jutottunk el idáig. Miközben, dehogy nem, hát 50 darab kis kicc, meg rajz, meg mit is, és akkor ilyen kis képeket szoktam csinálni, és akkor utána akkor azt mondja, jó, ez megáll, akkor most jó, akkor ezt megcsináljuk nagyobb méretbe is. Azt hiszem, hogy minden kérdésünkre nem fogunk még ma választ kapni, ugyanis az időnk az sajnos véges, és eddig tartott, de nagyon szépen köszönjük, hogy fogadtál minket a műhelyedben, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, és további egészséget és erőt kívánunk a további munkákhoz. És köszi szépen, meg. Köszönöm gyakorlatilag, hogy kijöttetek. Szóval egy ilyen látogatás gyakorlatilag majdnem többet ér, mint egy kiállítás volt. Ha emlék valamok, ott megnézem, hogy kiállítás, hogy végszaladok rajta, és igen. Na, az egy jó pofa dolog. Hát köszönjük szépen. És a nézőknek is köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is a videólátásra.